Nem mutat szép számokat hazánkról az OECD friss jelentése, ez szerint ugyanis Magyarország Európa legkövérebb országa. Korunk egyik népbetegsége az elhízás már a gyerekeket sem kíméli. 30-40%-uk túlsúlyos, amelynek később ettől súlyosabb következménye is lehetnek, úgy mint a májbetegség vagy a cukorbetegség. Éppen ezért nem elég a problémával csak akkor foglalkozni, amikor már fennáll. A kialakulását kell megakadályozni, amely kezdetben a szülők felelőssége. Csecsemőkorban alapozódnak meg ugyanis azok az anyagcsere viszonyok, amelyek hajlamossá teszik az embert az elhízásra. Később pedig már a rendszeres mozgás is fontos részévé válik a megelőzésnek. Minden gyereknek, minden embernek minden nap legalább egy óra komoly fizikai aktivitást kellene csinálni. Azt mondom, hogy nincs, vagy alig-alig van olyan állapot, aki ezt nem teheti meg. Tehát ilyen mondva csinált betegségek, meg kitalált dolgok, meg egy apróság, ami egyáltalán nem veszélyezteti az életét, emiatt nem szabad lenne felmenteni a gyereket, hanem lehet, hogy éppen annak a gerincgyereknek többet kellene mozogni, hogy más irányú betegsége ne legyen. A doktor szerint tehát a szakorvosok és a védőnők is sokat tehetnek, azért, hogy a megfelelő táplálás mellett a mozgás és az egészséges életmód is beépüljön a fiatalok életébe. A pozitív elmozduláshoz ugyanis szemléletváltozásra van szükség a szülők bevonásával és komoly ellenőrző rendszer létrehozásával. Fontos szerepe van a fejlődés vizsgálatában a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Tesztnek is, amely immár 5. tanéve méri fel 5. évfolyamtól felfelé a mindennapos testnevelésben résztvevő tanulók fittségi állapotát, mások mellett az állóképességüket, hajlékonyságukat és tápláltságukat. A NetFit programot működtető Magyar Diáksport Szövetség a közeljövőben ráadásul bővítheti a vizsgált fiatalok körét. Ha minden jól megy, akkor még augusztus végéig megjelenik a rendelet, a vonatkozó rendelet módosítása. Így mind az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyerekek, mint pedig a gyógypedagógiai intézményekben tanuló, akár fogyatékossággal élő gyerekek is részt tudnak venni innentől a fittségmérésekben. Ez nagyságrendileg 50-60 ezer gyereket jelent, akit eddig a tipikus fejlődési gyerekekre kidolgozott tesztekkel nem tudtunk elérni, mert egész egyszerűen ezeket nem tudták végrehajtani, vagy nem tudták pontosan, szabályosan végrehajtani. Ez azért fontos, mert az ő esetükben a legnehezebb az egészségfejlesztés és a fizikai aktivitás, ugye ők nem tudnak úgy sportolni, mint a tipikus fejlődésű társaik, és éppen ez meg is látszik a fizikai állapotukon és a fittségi eredményeiken. A program lényege, hogy nem egymáshoz, hanem önmagukhoz mérik a gyerekek fejlettségét, fejlődését, a működtetők pedig azt szeretnék elérni, hogy a pedagógusok mellett a szülők is nyomon kövessék gyermekeik eredményeit. Éves szinten egyébként mintegy 700 ezer gyerek fittségi adata kerül be a rendszerbe. Ezekből ki tud rajzolódni, hogy egy-egy korcsoportban mik a tendenciák, illetve hogy iskolai osztály, de akár egy-egy gyerek szintjén is milyen előremozdulás látható.